Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit templomunkban. Ma délutáni dharma beszédünk elején mondjuk el közösen az Om Nam mantrát 7-szer. Om Nam. 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 Köszönöm szépen. Az ember az egyik legérdekesebb lény, mert rálát önmagára, vagy legalábbis azt hisszük. Reflektálunk a környezetre, és azt gondoljuk, hogy tisztán látjuk a világot. És ahogy futunk bele az egyre keményebb helyzetekbe, és gyártjuk a megoldatlanságainkat, egyre inkább látjuk, hogy ötféle hibát követünk el, és most csak tömörítve. Az első, mivel elhisszük, amit az elme mond, hogy a gondolatainkat projektáljuk a másik emberre, a világra, és viszont szeretnénk látni. Azt szeretnénk, hogyha igazunk lenne. És ezt a legőszintébben is megteheted, de akkor is a projekciód egy újabb világot teremt, egy újabb réteget teremt. Mondok egy példát. Az ég nem mondja, hogy kék. Mi mondjuk azt, hogy kék, angol nyelvterületen azt mondanánk, the sky is blue. Az égnek teljesen mindegy, hogy milyen nyelven mondod, mert ő egy nyelven sem beszél. Ez az első név és forma kapcsolat, az az alapprojekció, amit az emberek nem is vesznek észre, hiszen az anyanyelvvel tanulod. Így kommunikálunk. A második projekció az, hogy az ég szép, hogyha kék, és csúnya, hogyha olyan fekete felhős. Rossz idő van, mondjuk. Ugye? Tehát jó és rossz lesz a primér észlelésből. Szép és csúnya lesz a primér észlelésből. Következő réteg elmondott, hogy tegnap szép idő volt, ma egy kicsikét felhős, de holnap nagyon rossz idő lesz. Megjelenik a múlt, a jelen és a jövő. Miközben az ég csak ott van. Neki mindegy, hogy felhős vagy sem, minek nevezed, vagy minek nem, tetszik, vagy nem tetszik, teljesen mindegy. Ezért szoktuk azt mondani, hogy az univerzum véleményfüggetlen. Minél vastagabb véleményréteggel élsz, annál vastagabb falat emelsz magad és a világ, magad és a másik ember közé. Következő probléma, hogy ellenőrizzük, állandóan ellenőrizgetjük, hogy a kivetítéseink azok helyesek-e, hogy a másik ember visszaigazolja-e. És hogyha van valaki, aki az egoitásodat kiszolgálja, az mindig igazat ad neked. Persze, és te is adjál neki igazat. Ez azt jelenti, hogy mindannyian ugyanolyan szűrőt tettetek a szemüvegbe. Mindannyian mondjuk sárga szűrőt tettetek a szemüvegbe, és az már alap, ki se kell mondani egy pár óra után, hogy nektek a világban minden sárga, hogy minden ember olyan, de ti mások vagytok. Ugye? Tehát ez az állandó aggodalom, ellenőrzés, a visszaigazolás kérése, ez a biztonságérzet hiányából fakad. Te nem vagy biztonságban mindaddig, amíg a megkülönböztetéseid, a projekcióid valakitől vissza nem jönnek, hogy bizony ez így van, kedves barátom és kedves barátnőm, bizony ez így van. Addig a világ a feje tetején áll. Addig nincs rend. A harmadik az állandó akaratoskodás. Tehát, hogy mindig akarsz valamit, ami egyébként már megvan, csak körül kéne nézni. Tehát olyan minőségeket szeretnénk, amelyek rögtön itt vannak, és olyanokat nem szeretnénk, amiket mondjuk dolgozni kéne.
És ez egyéni akarat. Nekem most ez kell. Az, hogy a helyzet függvényében tényleg szükséged van rá, az már nem fontos. Ekkor szoktunk vágyból, kapzsiságból, haragból, nem tetszésből olyan dolgokat tenni, csak azért, mert én akarom, hogy azt később nagyon sokszor bánjuk. Mi van emögött a bizonyítási vágy? Te bizonyítani akarod, hogy vagy valaki. Bizonyítani akarod, hogy neked igazad van. És ez a bizonyítási vágy, ez az akarat, hiszen úgy érzed, hogy az nincs meg. A negyedik az egy elképesztően erős dolog, de még mindig gyengébb, mint az ötödik. A negyedik az a ragaszkodás. Nem lehet elvitatni. Nézd meg az újszülöttet. Mihelyt lélegzik, és az alapok le vannak rakva, hogy megszülettem, túléltem, minden oké, köldögzsinó, stb. Oda teszed a kezedet, lehet csak egy ujjadat, a kicsit gyönyörű tenyerébe, és így rákulcsa. Ez a ragaszkodás. Ebben mi van? Ebben a túlélő reflex van. Ha én meg tudom fogni a világban a szerszámot, az eszközt, az anyám kezét, az apám ujját, ha ezt meg tudom tenni, akkor túlélem. Oké? Tehát a ragaszkodásban ott van a kölcsönös függés. Ott van minden, ami ahhoz kell, hogy te életben maradj. Meg tudom fogni azt, ami etet, itat, táplál, szeret, meg kell fognom hozzá. Igen ám, csak hogyha úgy fogom meg, hogy nem is engedem el, akkor ragaszkodom valamilyen formához, érzethez, jelenséghez, és ha már tele van a kezem, akkor már nem fér bele több. Erről egy olyan történetet hallhatsz, amikor a konfuciánus tudós tele gyönyörű tudással zenmester barátját látogatta meg egy kolostorban. És a zenmester már nagyon sok éve beszélgetett a konfuciánus tudóssal, aki jobban tudta a szútrákat, mint az zenmesterek, amely egyébként tudva levő volt, hiszen az zenmesterek nagyon kevés szútrát olvastak. Ha olvastak, azt is maguk mögött kellett hagyni. Azt is meg kellett haladni, hogy ne támaszkodjanak az írásokra. És egyszer eljött a napja annak, hogy a konfuciánus tudós tanítást kért, de hát, ahogy az szokásos itt is, előtte teázunk. És a teás csészét föltartja a konfuciánus tudós, az emmester, ez is udvariasság, az emmester azt mondja, nyugodtan tedd le a tálcára, várd meg, és akkor elkezdi tölteni. És a tudós figyeli. A tea szintje csak nő, 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 aztán kicsordul, aztán végig a tálcán, aztán az asztalon, és a tudós fekete, de tele van, Hasan, tele van, mint a tudatod. Tehát az egyikféle tanítvány a tele teás csésze. Nem fér bele többen, már annyit tud, úgy megtelt a saját nézeteivel, hogy nem lehet bele többet tölteni, nincs hely. A másikféle tanítvány a szájával lefelé fordított csésze. Tanulhatna ott a tea, de nem akar. Nem akar, mert csak a látszatot kelti, hogy igen, kapcsolatban lehet velem a tanító, de amit mond, az nem megy be. Az kívül marad. Tehát érezzem jó magam, igazoljon vissza a tanító, legyek látszólag jó tanítvány, de nem megy be semmi. A harmadik típusú csésze a mérgezett csésze. Tehát olyan karma van az alján, amely megmérgezi azt a teát, ami éppen beletöltődik. Erre tessék vigyázni, amikor a saját véleményeiddel, projekcióiddal, múltbéli képzeteiddel, önképeiddel kevered a tant. Tessék nagyon vigyázni erre. Mert az ilyen típusú ragaszkodások mindig félrevezetnek, és azt hiszed, hogy a tanító vezetett félre. Azt hiszed, hogy a tan vezetett félre. Azt hiszed, hogy a tanítványi közösség vezetett félre, holott mérgezett a csészéd. Mert nem tudod a múltadat elengedni. Nem azt mondtam, hogy felejtsd el a múltadat, azt, hogy engedd el. Hogyha a múltad belül a helyére kerül, akkor nem fogod állandóan fölhánytorgatni a másiknak, hogy mit csinált tegnap, meg egy hete, meg egy hónapja, és csat. Érted? Borzalom. Tehát nem lehet valakivel jelen lenni, mert állandóan a múltról beszél, és felhánytorgatja, hogy na, ez a múlt mérge,
a jelen csészéjében. Egyéb mérgek is vannak, de ez a legnyilvánvaló, főleg itt a kisebb csoportkarmák között így sepregetve, nagyon sokan ehhez az önértékeléshez és önérvényesítéshez folyamodnak. Az ő múltjuk érvényesebb, mint másé. Az ő múltjuk fontosabb, mint másé. Az ő múltbeli traumáik erősebbek és több figyelmet igényelnek, mint másoké. Oké? Ekkor mérgezett a csésze. És hogyha nem engeded el a sok-sok ragaszkodást, akkor taníthatatlan vagy, és nem csak így a tanító által, senki nem tud tanítani. Mi a megoldás? Végre sok-sok gyakorlás, szenvedés és egyéb után eléred az ürességet, tehát nem ragaszkodsz a formához, eléred az ürességet. Így szépen üres a kezed, és boldog vagy. Egyé váltál, letisztultál. Már nem is fontos, hogy a tanító egy kicsit mosolyogjon, ilyen kis titkon, te is, fantasztikus, de mégis megtörténik, és ott van, és komilfon. Ahogy annak lennie kell. De aztán egyszer csak meg kéne fogni mondjuk egy elkötelezett kapcsolatot, mert neked és a másik szeretett személynek arra lenne szüksége, hogy most végre a közösen kifaragott botot két kézzel, egyik a zövé, másik a tét, fogjátok már meg. De te ragaszkodsz ahhoz a gyönyörű szabadsághoz, amit a teljes üresség vagy üres teljesség tapasztalata által te elnyertél. És nem vagy hajlandó megfogni a botont. Nem vagy hajlandó kapcsolódni a másik személyhez, nem vagy hajlandó megfelelni neki, sőt, neked mindegy, hogy ő megfelele neked vagy sem. Ez az álságos közömbösség egy olyan ragaszkodás az ürességhez, amely társulásra képtelenné tesz. Mert nem vagy hajlandó megragadni a formát, megragadni a jelenséget, kötésre lépni a másik emberrel, holott elképesztően társas lények vagyunk. Tehát ragaszkodás a formához az egyik típusú hiba, ragaszkodás az ürességhez egy másik típusú hiba, de az eredmény ugyanaz, nincs megfelelő kapcsolat a világgal, és nincs megfelelő működés. Az igazi művészet az, hogy felismert, hogy mikor fogjam meg a jelenséget, meddig legyen fogásban, és mikor tegyem le. Tehát hol van a narratíva kezdete, meddig tart, és hol van vége. Na most ez a kezdet és a vég, ez a mi dolgunk. Ez annyira a mi dolgunk, hogy helyettünk ezt nem csinálhatja meg senki. De ha ragaszkodsz akár inverz módon, tehát valamihez vagy semmihez, egyformán hiba. És ebből következik az ötödik, a hamis azonosulás, tehát a hamis önképek felépítése, mert a ragaszkodásokból, kötődésekből, hogyha abszolutizálod őket, akkor egy nagyon kemény énkép gyártódik le. Ez lehet a semmi énhez való ragaszkodás, én nem létezem, csak egy ilyen látszattevékenység vagyok, vagy pedig én annyira létezem, hogy csak én létezem, és senki más nem létezik, és senki más nem olyan fontos, mint én. Tehát vagy a narcisztikus, vagy az antinarcisztikus viselkedés, de egy normális avatár az nincs, egy normális személy az nincs. Tehát az önmagunk tagadása ugyanolyan hiba, mint az önmagunk olyan állítása, amely ugye fölé helyezne téged mások fölé. Itt van az öt. Projekció, ellenőrzés, akaratosság, ragaszkodás, hamis azonosulás. Nézd meg, hogy egyre erősebb, egyre keményebb. Tehát hol kapcsol be az a reflex, hogy na, itt valami gond van. Tehát ezt én nem jól látom. Tehát mennyi szenvedés kell ahhoz, hogy kérdezz, hogy tényleg? Ez így van? Én ez vagyok? És visszaérünk az alaptechnikához, a baltaékszerűen egyszerű zen technikához, hogy megkérdezed, hogy mi ez. És ezt az ötöt elkezdi szépen lazítani, az azonosulást kicsikét szüntetni, és ameddig hajlandó, hogy elmenni ezen az úton, te addig jutsz. És ahol megállsz, és azt mondod, hogy köszönöm szépen, én nem tudok tovább menni, ott kiderült, hogy nem akarsz. Tehát az öt ilyen probléma mellé három orvosságot szeretnék adni. Az egyik a nagy kérdés, erről beszéltünk. A nagy kérdés az, hogy a 10 000 kérdés ebbe tér vissza.
A zen nagyon sok ilyen aforizma-szerű egymondatossal él. Az egyik ilyen pont ez. A 10 000 kérdés valójában egy kérdés. Második, a nagy hit. Hogyha te megfelelően gyakorolsz, akkor a transzcendens tapasztalatod hitté kovácsolódik. Ez nem valamilyen dogmatikának, ideának az elhitele, hanem egy olyan tapasztalás, amely ennek a tiszta pillanatnak a 100%-os éléséből és a tiszta, térszerű, tükörszerű tudat tapasztalatából következik. Semmi más. A zenben legalábbis nem más. Azért érdekes ez, mert az egyé válásnál jobban egyé nem tudsz válni. A tiszta, térszerű, tükörszerű tudat tapasztalatánál üresebb tér nincs, tisztább tükör nincs. Tehát a teljességnél teljesebb teljesség nincs, az ott megállt. Nem lehet fokozni. És ezért egyszerű, nem pedig bonyolult. Nincs többféle üresség. Oké? És ezért a harmadik gyógyszer a nagy bátorság. Tehát, ha megvan a nagy kérdés, és megvan a tapasztalás általi hited, akkor már csak bátornak kell lenni, hogy vidd végig. Vidd tovább. Add át egy másik embernek, hogyha odáig jutsz vele. És hogy meddig jutsz vele, az a te dolgod, a te döntésed, viszont egyedül nem megy. Ezért kell a hármas menedék, a tanító, tanítás és tanítványi közösség hármassága, melynek oltalmában felteheted a kérdéseidet. Kinek van kérdése? Én azt szeretném kérdezni, hogy van egy 8 éves, egy nagyobb lányom 8 éves, és nagyon szerettem volna elhozni ma. Eszterrel leveleztem, hogyha tudok egy nagymamát vagy barátot, aki vigyáz rá, akkor el tudom hozni. Nyilván nem tudtam megoldani. És mondta is, hogy az egynaposokra nem nagyon szoktak gyerekek jönni. Zentábor. A háromnapos? Háromnapos zentábor. Okay. Az pont erre van kitalálva. Oké. Okay. Pár, család. Oké. Okay. Mozaik család. Második család, mindenki jöhet. Oké, akkor ennyi lett volna, köszönöm. Szívesen. Tessék. Sziasztok. Én azt szeretném megkérdezni, hogy nem tudom, a délelőtti meditációnál is a gátétel nem tudtam letenni. Tehát ne is, neked az való. Az egy nagyon jó mantra. És a délután is csak ez. Gyönyörű. Ez. Ne csak délelőtt, délután, egész életedben. Sőt, ha javasoltam, még a testből való távozás után is csak a gáté, paragáté mantra. Okay. Tehát amíg van lélek, meg test együtt, meg agya, még fogalmaz, meg énekel, az szép és jó. Ezt odáig kell csinálni, hogy anélkül is menjen. Ha nincs agyad, hogyan gondolkodsz? Sehogy. Na, ehhez is agy kellett, hogy ezt kimondjad. Amikor nincs, ezt nem tudod kimondani. Uh-huh. 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 Úgyhogy tovább gáté, paragáté, és akkor az majd segít, az majd visz. Jó? Köszönöm szépen. Szívesen. Tessék ott. Ha van egy betegségem, akkor a gyakorlat segítségével rájöhetek, hogy ezt miért kaptam. Igen, de ez az orvosi kezelést nem helyettesíti. Tehát a zen a probléma gyökerére mutat rá. Ez a gyökér biztos, hogy mentális. Valamilyen szinten ez elindult, és szépen elkezdted szomatizálni, testre vinni a karmádat, és egyszer csak betegség tüneteit mutattad. Ennek kell a megfelelő tüneti kezelés, a tüneti az nem felszínes. Tehát a jelenség oldaláról kiinduló kezelés. És kell a mélységi, az eredetet célzó kezelés, amely már így nem orvosi, hanem mentális, és a zen rögtön a lényegre tapint, mivel azonosulsz. Úgy, hogy az biztos, hogy nem te vagy. Igazi önvalód nem egyenlő egyetlen névvel és formával sem. Tehát miről hiszed azt, hogy te vagy, holott mégsem. És emellé tennék egy axiómát, amely hát sajnos vagy szerencsére igaznak bizonyul, a trauma addig ismétli önmagát, amíg teljesen tudatossá nem válik. Mindaddig meg fogsz betegedni, ugyanattól a karmától, amíg az tudatossá nem vált, és egyszer csak hozol egy döntést, hogy elég volt. És kikapcsolod a tévét, és kész. És ugyanazt a narratívát nem játszod le. Ugyanazt a karmát megint testre nem viszed már le.
És egyszerűen mondom, mert így érthető, de ez a lélekben egy sokkal bonyolultabb út, amit nem kell követni. Tehát nem a karmának az egzugos fonalát kell követni, hanem az egyszerű és tiszta jelenlétet. Kivonod azt az energiát a karmából, amely eddig megbetegített, és az információ, ami a betegség, az is elmúlik. Ezért folytatunk tantien praxist, ezért folytatjuk a látás műveletét, a leválasztódás, nem ragaszkodás, nem azonosulás műveletét. És emellett pedig el kell menni egy jó orvoshoz. Jó? Egyéb kérdés ott hátul? Nekem a két cicám közül az egyik egy hete meghalt, 5 évesen. Nem amitából. És azt szeretném kérdezni, hogy az állatoknál is úgy van, mint az embereknél, hogy erre-arra szerződnek ebben az életben, valamire leszületnek, vagy náluk ez nem így működik. Ez lenne az egyik kérdésem, a másik. Hát nem, ne menjünk tovább. Hát rengeteg mondani való van az elsőre. Igen. Én még eddig egyetlen macska szerződéssel láttam. Meg kell kérdezni a macskát, hogy ő szerződik-e. És hogyha szerződik, el fogja mondani. De ezt hogy érted? Kérdezd meg a macskát. El fogja mondani, csak érteni kell macskául. Értesz macskául? Vagy csak ragaszkodsz hozzá? De most hogy a meghalt cicámat? Nem, az életben lévőt. Azt mondtad, 2 van. Igen. Hát akkor a másiknak még él a szerződése. Kérdezd meg, cicám, hol a szerződés? Miért vagy te itt? És hallgass meg, hogy mit mond. Ott lesz a titok. Második kérdés? Az, hogy van valami, amivel én tudom őt segíteni, aki meghalt, segíteni, hogy valami szertartás, vagy bármi. Szertartás nem szükséges. A Námo Amitábú mantrát mondhatod el érte. Macskák nagyon egyszerű lelkek, és sokkal világosabb karmájuk van, mint az embereknek. Az ember egy rendkívül bonyolult lény, nekünk tanítás kell, nekünk szertartás kell, nekünk rokonság kell, nekünk minden kell. Uh-huh. Egy macska egy sokkal egyszerűbb lélek. Képét felidézed, Námo Amitábú 9-szer legalább egy húzamban, akkor megint eszedbe jut, megint, és utána pedig ez el fog szépen tűnni, ahogy az élet megy tovább. Ezzel segíted a tiszta föld felé. Uh-huh. Jó? Jó, meg a többiek miatt is elmondom még azt, hogy ebben a fájdalmas eseményben is milyen sokat segített nekem az, hogy stabil maradjak, és tudjak aludni, megdolgozni az, amit itt tanulok. És igen, mert előtte meg az volt, ha valami traumatikus esemény ért, akkor a vodka, narancs és barátnő kombó. Most meg erre nem volt szükség. A vodkát nem néztem volna ki belőled. A narancsot meg a barátnőket, azokat igen. Köszönjük szépen. Következő Köszönöm. Kérdés. Ott hátul, aztán el a... 2 kérdésem lenne. Az első az, hogy a nap folyamán gyakoroltunk többféle meditációt, ürességmeditációt, mihez kérdést, illetve beszéltünk a mantra meditációról. Van-e olyan bármilyen gyakorlati útmutató, hogyha különböző problémákra keres az ember megoldást, lásd egészségügyi, lásd párkapcsolati, lásd bármilyen másik, hogy adott esetben, na ehhez a problémához ezt gyakorold, ahhoz a problémához azt gyakorold. Itt az eszköz mindegy, csak nyíljon ki a tudat. Lásd meg az ok és okozat működését. Azt felejtjük el, hogy az a dualisztikus elme, amely a probléma teremtésében masszívan részt vett, sőt többségi részesedést vállalt, pont az nem használható a megoldáshoz. Tehát ki kell tudnod kapcsolni az állandó fogalomalkotás, elemzés, megkülönböztetés, ítéletalkotás és emlékezés per múlt jelen jövőre szakadás karmáját. Akik a 8 tudatszinttel tisztában vannak, 6-os, 7-es, 8-as. Ha ezt a meditáció által fel tudod függeszteni, mint akaratlagos működés, akkor elkezd az ok és okozat törvénye megmutatkozni. Miért?
mert nem alkottál véleményt, nem csináltál ént, nem vesztél el valami képzetben. Olyan az érzés, mint amikor a puzzle darabok szépen a helyükre hullanak, és te nem is fújsz rájuk semmit, de kézzel biztos nem nyúlsz közbe. Ha az elme közben nyúl, akkor eltorzul megint a kép, akkor megint az van, amit te akarsz. Nem az, aminek lennie kell. Tehát a meditációs technika a zenben megszabadulás irányú, nem pedig tárgyas. Ez nem egy probléma megoldó kurzus. Ez a felébredés tanítása. És a problémák megoldása melléktermékként jelentkezik. Ezt mindig hangsúlyozom, hogy ide ne csodák kerüljenek az emberek, de az, hogy ide bejössz, az egy csoda maga. Tehát gyakorold azt, ami a nem tudható. Gyakorold azt, ami a tapasztalható önvaló. És ebből következik egy csomó olyan minőség, amelyet közvetlenül, az alaptisztázása nélkül, az eredet tapasztalása nélkül nem fogsz tudni megtartani. Hány ilyen boldogság, meg szeretet, meg egyéb irányú társaság van, és borzalmas, hogy nem jutnak le ennek a forrásáig. Mert elmennek a piacra, kiválasztják a legszebb almát, bevásárolnak, hazamennek. A zen nem így működik. A zen úgy működik, hogy te szeretnél egy almát, és kapsz egy talicska földet, meg egy facsemetét. Irány haza. Ültesd el, gondozd, neveld föl, és akkor az a te almád, te viseltél gondot rá, te szenvedtél meg érte, és akkor az nem csak a tiéd, azt megoszthatod másokkal. Következő kérdés. Azt hiszem, talán részben választ is kaptam most az első kérdésre adott válaszodnál. Amikor a mihez meditációt gyakoroltuk, Anett megkérdezte utána, hogy mennyire zavart bennünket a kinti munkagép. Kinek így, kinek úgy. Ez oké. Okay. Na de hogyha mi innen kigördülünk ebből az idilli környezetből, és beérünk a bolondok házába, kvázi másfél kilométer múlva, na akkor mi csináljunk? Akkor kezdődik az igazi tanítás, és leborulsz a bolondok háza felé, és megköszönöd, hogy bemutatják az emberi viselkedés teljes tárházát. És te eldöntöd, hogy normális maradsz. Az azt jelenti, hogy miben segíthetek. Tehát, hogyha más kapcsolatot építesz ki a bolondok házával, mint miben segíthetek, akkor te is megbolondulsz. Amikor az igazi önvalót eléri az ember nagyon sok munkával, és ugye rálát az okozati dolgokra, amik ugye saját maga képez az avatárjával, ezt mondjuk akár meditációban, akár kint az utcán sétálva, akkor mi az, amit már ugye többször említettél, hogy elégetni magát a karmát. Tehát amikor ebből az okozatiságból táplálkozik, és úgymond akár egy betegséget, vagy akár egy traumát, az ember, amikor felismeri, akár a meditációban, akár kint az utcán, rálát, akkor hogyan és mire gondolsz pontosan, amikor azt mondod, hogy elégeted a karmát? Ez az elégetés, ez egy nagyon-nagyon szép és érzékletes dolog, főleg itt Európában, ahol hát legalább 1700 éve lobognak a mágiák, és itt szoktunk égetni, ugye? De valójában ez az ellobbanás pont az ellenkezője, csak hogyha állandóan a közvetlen tapasztalást szeretném érzékeltetni, akkor nem jutnék sokra. Tehát hasonlat szintjén indulunk, realitásnál végződik. Itt a realitás pont az ellenkezője. Nem égsz, az ellobbanást éred el. Nem elégeted a karmát egy szent mágián, hanem kiveszed belőle az energiát, és a karma magától összeomlik. Mi a tűz, a hited? Nem hiszed el. Amíg elhitted, addig az énség tüzével tápláltad. És ebből jött a kapzsiság, a harag, a téves nézetek tüze. A Buddha erről beszél nagyon sokat. Lángban áll a világ, szerzetesek. Mi gyújtott a lángra? A téves nézetek tüze, a harag tüze, a kapzsiság tüze. Most amíg te ebbe karmát dobsz, addig az ég. Még ha magadat is akarod feláldozni, elégsz, és mint a főnix madár egy újabb inkarnációban újra születsz. Pont a fordítottja történik, belül megszűnsz a hittel táplálni a karma égését. És amikor kivonod belőle az azonosulás tudatát, akkor ez a láng ez ellobban. Ha az énséged megszűnik, a karma lobogása és égése is megszűnik.
ekkor akadálytól mentes a tudat. És ezt a meditáció közben, amikor ugye a tiszta tükörszerű tudatot elérjük, akkor látunk rá magára a karmára, és akkor fogjuk felismerni. Azért már előtte is egy kicsit, tehát most ne legyünk maximalisták, és nem fogok itt jósolgatni. Mi lesz akkor, ha? Tehát a tükörszerű tudat alapműködése nélkül nem ülnél itt. Nem néznél egyenesen rám ki a fejedből. Nem fognád fel a szavaim értelmét. De az is biztos, hogyha gyakorolsz, akkor egy év múlva ugyanennek a dharma beszédnek egy mélyebb értelmét fogod föl, mert a tükör még inkább tisztult, még inkább. És amikor mondod azt, hogy munkával érjük el, ez nagyon szorgalmas, nagyon jó hozzáállást mutat. De belül a teljes nem cselekvés a legnagyobb munka. Az, hogy nem hozzon létre karmát gondolatban, érzelemben, beszédben és cselekedetben, hanem visszatérsz a nem mozdulóhoz, a nem teremtőhöz. Mert a nem teremtő az a teremtő. Oké? Okay. Egyéb kérdés? Kérdésem az az lenne, hogy kaptam egy feladatot, és te a zen utad során a saját mesterettől, gondolom, te is kaptál hasonló feladatot, és milyen megfigyeléseid... Nem tudom, te milyen feladatot kaptál. Napi 300 leborulás 49 napon keresztül. Ez ismerős. Milyen tapasztalatod volt, hogyha... Nem tudom elmondani, csináld meg a 300 leborulás 49 napon keresztül, azt fog beszélni, nem én. Oké, köszönöm. Szívesen. Technikai kérdésem lenne, hogy meditációnál, otthon gyakorlás esetén, amikor nagyon nem tud kikapcsolni az elmém, akkor ugye itt a mantrát említetted, hogy ez jó lehet, például a gáté-gáté, ez nekem is sokszor megy a fejembe, ezt segíti úgymond a meditáció kvázi célját, hogyha ezt hangosan megtehetem, hogy meditáció közben mantrázom, vagy inkább belül? Igen, csak senki ne hívja közben a 112-t. Tehát úgy kell mantrázni, hogy a 112 az ne kapjon erőjelzést. Lényeg az, hogy igen, de hogyha az elméd nagyon-nagyon-nagyon komolyan működik, és nem tud kikapcsolni, akkor a leborulás a legelső. Tehát egy olyan mozzanat, amikor mondjuk ezt a mikrokozmikus energiakört, a leborulás teljesen spontán magától, ha megfelelő irányba fordítja. Az előbb mondtam, hogy kiveszed a hitet, vagy az energiát. Szó szerint, amikor a felső csakrákból visszamegy a tantiembe az energiád, annyival könnyebbnek érzed magad, hogy az valami hihetetlen. Mert nem kényszeresen gondolkodsz, nem kényszeresen táplálsz érzelmet, nem állandóan kényszeresen hablatyolsz. Érted? Felső három csakra túltöltöttsége, borzalom. Úgy ki tudsz fáradni bele, nincs az a szántás vetése, ami így kifárasztana. Tehát leborulás, és aközben nem kell mantra. Vannak, akik jól tudják mantrával csinálni a leborulást, én megpróbáltam, nekem nem ment. Tehát sok. Ha 150% az ugyanolyan baj, mint az 50%. 100 kell, és kész. Nem több, nem kevesebb. Picikét így alá-fölé mehet, de ott kell lenni a sávban. Tehát leborulás az, ami ezt az elmetevékenységet a legjobban kiiktatja. És utána ülés alatt a mantra, de közben leborulás és ülés ugye, között tessék sétálni a mantrával, és akkor így ki lehet mondani. És a kimondott mantra, erdőben recitálni egy mély értelmű, gyönyörű transzcendens mantrát, ez egy spéci dolog. Vadakat se riasztja el. Jó? Köszönöm. Szívesen. Én Viki bevezetőjéhez kapcsolódva indulnék. Ő azt mondta, hogy amikor először itt volt, akkor az első nap végén úgy érezte, hogy hazaérkezett. Én 2 évvel ezelőtt voltam itt először, egy napos zenen, az első Covid hullám végén, és azóta többször voltam táborban, középhaladó elvonuláson, egynaposon is, és többször voltam koan interjún is, és volt, amikor a tanító, aki te vagy, távolságtartó volt velem, és volt olyan élményem, amikor olyan szeretettel fordultál felém, hogy amikor kijöttem a Koan interjúról, akkor azt éreztem, hogy megérkeztem. És a tegnapi nap folyamán letettem az 5 fogadalmat,
És abból az egyik, ami most nagyon foglalkoztat engem, az a ne hazudj. Ugye mondtad te is, hogy ez nem egy olyan parancs, ami minden esetben érvényes. Tehát, lásd, hogy... Mikulás, de nem mindenki gyerek, és előbb-utóbb minden gyerek felnőtt, hogy vigyázzunk a Mikulással. Megemlítetted a vadászt meg a nyuszikát, hogyha a nyuszika életét szeretném megvédeni, akkor nem mondom meg a vadásznak, hogy merre ment a nyuszika. Bizonyám. Viszont nekem nehéz azt megtapasztalni, amikor a szemembe hazudnak. Azt mondtad, a trauma addig ismétlődik, amíg teljesen tudatossá nem válik, vagy teljesen rá nem látok. Amikor ez először történt velem, akkor egy idegen, alig ismert valakitől jött, és az engem nagyon megdöbbentett, mert én eléggé, hát nem is tudom, lehet, hogy nagyon naív voltam, vagy sokáig így éltem, és aztán rá kellett jönnöm, hogy sajnos ez így létezik. És próbáltam ezen elgondolkozni, hogy ez olyan miért van így, hogy valószínűleg, illetve hogy az, aki hazudik, az nem mer őszinte lenni, mert fél, hogyha kiderül az igazság, akkor veszélyeztet valamit, ami számára fontos. Viszont amikor olyan valaki hazudik nekem, akiben megbízom, az még nehezebb, mert itt is az a helyzet, hogy én bizalommal fordulok felé, viszont ő nem bízik meg bennem annyira, hogy őszinte legyen velem. És ez már nem egyszer fordult elő, hogy elvel mit kezdjek. Meg kell állapítanod, hogy te is hazudsz magadnak, vagy csak ő hazudik neked. Miért vonzol be ilyen helyzeteket? Miért vonzol be ilyen embereket? Tehát meg kell állapítanod, hogy valójában benned mi van. Te az igazság talaján állsz? Akkor miért találkozol olyan emberekkel, akik számodra nem igazságot mondanak? Tudod, hogy mi az? Vagy pedig vársz valamit, és nem azt hallod, amit szeretnél? Az első problémára szeretnék visszautalni, amit a bevezetőben mondtam. Ha a saját projekcióinkat és elvárásainkat igazságnak gondoljuk, és ezt a világ nem igazolja vissza, akkor azt érezheted, hogy hazudnak neked. Ezért kell megnézni, hogy te hazudsz-e magadnak. Elhiszed-e a saját dualisztikus projekcióidat? Elhiszed-e a vágyaidat? Elhiszed-e a haragodat? Azonosulsz-e a saját egoitásoddal? Mert ha igen, akkor ezt senki nem fogja visszaigazolni. És akkor úgy érzed, hogy az, akiben a bizalmadat vetetted, aki a barátod, barátnőd, és közel áll hozzád, nem azt mondja, amit te hallani szeretnél. Ezért kell az igazságot úgy megismerni, ami nem a te saját személyes tetszésed, nem tetszésed, akaratod és averziód terméke. Ekkor állsz az igazság talaján. Ekkor előbb-utóbb senki nem fog hazudni neked. Miért? Mert nem mernek. Ha te annyira szilárd vagy az igazságban, és a jelenlétet hordozza ezt, akár szavak nélkül is, senki nem állhat meg hazugsággal a szemed előtt. Ez a munka. 10 évvel ezelőtt hoztam egy olyan döntést, amit azóta nagyon megbántam, mert olyan irányba vitt el az életemet, amit úgy érzem, hogy nem bírok ebbe az irányba tovább. Olyan kapcsolatokba mentem bele, amikben nem kellett volna, és látom az okát, de nem látom azt, hogy merre tovább, vagy hogyan tudnék ebből kilépni. És az lenne... Mit csináltál te 10 évig? Tűrtem. Nem elég. 10 évig nem voltál hajlandó látni valamit. Így van. Amit, ha látsz, akkor át tudsz transformálni. Tehát, ha mered meglátni, hogy az valójában micsoda, és kiveszed az azonosulást belőle, azt, hogy te meg akarsz felelni, te tűrni akarsz, te mondjuk jó feleség akarsz lenni, és hasonlók.
Jó feleségnek lenni kell, de nem bizonyítási vágyból és kényszerből. Uh-huh. Hölgyeim, urak, jó férnek kell lenni, de nem azért, hogy te elérjél valamit. Tehát, hogyha nem választódsz le róla, ha az éned benne marad, akkor pont azt a paradigmát örökíted meg, ami a szenvedést újra és újra létrehozza. Tehát ki kell venni az azonosulást belőle, és hagyni kell összeomlani. És akkor ebből a masszából újra tudod gyúrni. Ilyenkor belül nincs rend, ilyenkor belül káosz van, ilyenkor bizonytalanság van, és ezt belül kell átélni, nem kívül. Ha belül átéled, akkor kívül egy idő után nem kell. De ha lezárod magad, akkor a külvilágban fogod mindezt tapasztalni. Minden karma megváltoztatható. Én láttam olyan párkapcsolatokat, olyan házasságokat, hogy az elején egy petákot nem adtam volna. Eltelik 3-5 év, és olyan módon egymáshoz idomultak, hogy hihetetlen. A fordítottja is úgy indultak, mint sztárom a párom. Tehát valami hihetetlen, és így csillagzat. Ráültek az eredményre, elkezdtek kicsit önteltek lenni. Eltelik 2-3 év, az egoitások szakadékába beleesett az egész, és ott pusztult. Tehát a karmának nincs öntermészete, hanem mi teremtjük. 3 törvény érvényes rá. A mullandóság törvénye, a kölcsönös függés törvénye, és a tökéletlenség vagy eredeti tulajdonság nélküliség törvénye. Ha ezt a 3 törvényt az oldaladra állítod, akkor te tudsz változni. Nem állsz ellen a változásnak. Minden helytelen döntést lehet korrigálni és helyes irányba fordítani. Emberi kapcsolat, főleg a szeretet kapcsolat a legértékesebb, legsérülékenyebb, legtöbb energiát igénylő és így a legtöbb energiát adó kapcsolattípus. Ha tiszta a résztvevők tudata, az intimitásnál nagyobb tanító nincs. Ha nem tiszta a résztvevők tudata, az intimitásnál nagyobb átok és pokol nincs. Oké? Okay? Köszönöm. Szívesen. Nagyon kevés az az ember, aki megmondja őszintén a véleményét nekem. De amikor elmondja, ez általában nagyon jó barátok, én ebből táplálkozok, és egy ilyen függőséget okoz nekem. Ez a véleményfüggőség? Számít a véleményük, és én elvárom, hogy mondják, és ha például visszatartják ezt az információt, és nem mondják el nekem, akkor elkezd frusztrálni, de lerendi utána, vasta. Egy idő után van, amikor tiszta az elmem, és akkor rájövök, hogy oké, ezt én magamnak kell megoldani, rendet kell rakjak a fejembe, és akkor elfogadom, hogy nem mondtál a véleményét. De ha meg elmondja, akkor mint egy ilyen dopping, akkor ez így motivál engem, hogy de jó, szuper, sikerült. Vegyél magadnak egy házi zenbotot. Igen. És létsz, és tedd oda az asztalra, amikor igen, ilyen vélemény problémád van, és nézd rá a zenbotra, és azt mondod, ha elmondatom a véleményét, megütöm magam 30-szor. Ha nem mondja el a véleményét, akkor is megütöm magam 30-szor. Na milyen? Mert akkor én már nem kellek, akkor nem itt zenmesterezünk jobbra-balra. Megoldottad. Azért mondom, hogy a valóság eredetileg vélemény független, és az ok és okozatnál teljesen mindegy, hogy te szereted vagy nem szereted, az akkor is ugyanúgy működik. Tehát lásd a saját szemeddel, hogy mi történik. Halld a saját füleddel, hogy mi történik. Érezd a saját lelkeddel és gondolataiddal. Nem azt jelenti, hogy ne kérdezd meg a barátaidat, hanem azt jelenti, hogy ne függ tőlük. Használd a véleményüket, de ne engedd, hogy az ő véleményeik kisajátítsanak téged. Köszönöm. Még nem végeztünk. Ja, bocsúlás. A realitás valahol kegyetlen. Nem azért kegyetlen, mert árt neked, hanem azért, mert tényleg mindegy, hogy mi a véleményed. Az nem mindegy, hogy jól látsz-e. Az nem mindegy, hogy belül tényleg őszinte vagy-e, hogy a valóság talaján állsz-e, hogy ez a pillanat tiszta-e, hogy jól tükrözöl, vagy sem. És hogyha te szellemileg autonóm leszel, meghallgathatsz 1000 véleményt, de egyik sem fog lényegileg számítani. Még a sajátod sem. Jó? Jó. Nagyon szívesen. Köszönöm.
Említetted a projekciókat és a hamis azonosulásokat. Bizony, ilyet tettem. Mind a kettőt nagyon jól tudom művelni, ezt te pontosan tudod. De most mégsem értem teljesen a kettő közti különbséget, hogy ebben segítenél. Projekció az eleje, a lágy, a hamis azonosulás, amikor már rákeményedett és ráégett. A projekció, amikor meghinted liszttel, egy réteget teszel a valóságra. A hamis azonosulás az, amikor már kisült, amikor már kérgesen rajta van úgy, hogy már le se lehet szedni sérülés nélkül. Tehát konkrétan, hogyha rád vetítek valamit, amit mondjuk szoktam. Elő se szokott fordulni, tehát és nem is értem, miről rád vetítem, de mondjuk észreveszem, és nem hagyom benne, tehát, tehát hogy nem telnek el napok, hanem mondjuk elvágom, tegyük fel jobb esetben. Akkor megmentetted az életemet. Igen, de hogy, tehát, hogy így érted? Így. Jó, köszönöm. Másikat ne is említsük, hogy sokkal szomorúbb. Egyéb kérdés? Én a gazdasági szférában az üzleti világban tevékenykedem, és nagyon sokszor kérdőjelek merülnek fel bennem, hogy itt adott esetben keménynek kell lenni, sőt, néha túl keménynek kell lenni. Aztán utána elég vacakul érzem magam. De ugye a fizikai szinten fent kell maradni. Akkor úgy érzem, hogy jó döntést hozok, aztán meg utána lehet, hogy nyavajgok belül. Ezt a nagyon kemény külső gazdasági szférát és ezt a belső, sokkal lágyabb dolgot, amiről itt beszélgettünk, illetve a mai nap eltelt, ezt hogy lehet összefésülni? Úgyhogy megfordítod őket. Koreai kultúra fantasztikus gyöngyszeme az, amiről itt most beszélünk, hogy kívül lágy és belül kemény. Hát nézd meg azt a kultúrát, amely keménykedik. Egy nagyon komoly, ilyen, néha zord, néha kellemetlenül, könyörtelen, kérlelhetetlen külsőt mutat, és belül ott van a lágyság. És hogyha valaki egy érzelmi gombot vagy egy kényszert így megnyom, azonnyomban összeomlik ez a külső keménység. Én most már szerencsére mondhatom, hogy Magyarországon is találkoztam olyannal, aki ezt tudta, de elég sokat élt Ázsiában, és megvolt a kulturális tapasztalat. És ez nem a nyájasság színlelése, vagy a műmosoly, amiről beszélek. Nem. Egy nagyon egyenes, világos viselkedés, de az együttérzéssel kezdi. Miért? Mert hogyha te együtt tudsz érezni, akkor felfogod, hogy a másikban mi van. Ha kemény vagy, akkor lezárod, és csak az van, amit te akarsz. Az első az, hogy ismerjük meg az írott és íratlan, de főleg az íratlan törvényét az emberi léleknek. És nincs nagyobb alaptőke egy tárgyalásnál, mint a kölcsönös előny, angolul a win-win situation. Tehát az együttérző viselkedés az bizalmat gerjeszt. És a bizalom alapú döntések azok sokkal jövőbe mutatóak. Na most hogyan véded meg magad a másik esetleges kapzsisága, álságosság és egyéb ellen, hogy te folyamatosan tisztán látsz, és a törvényeket keményen betartod és betartatod, de a társalegás, a tárgyalás maga az egy nagyon kellemes és együttérző valami, de mögötte és benne ott van az az elképesztő keménység, hogy te nem vagy megvezethető, te nem fogsz kicsinyes részletekben elveszni, a te centeredet nem lehet érzelmileg kimozdítani, téged nem érdekelnek a szürke zónák, a manipulatív tevékenységek, a kiskapuk, és ezt mind kedvesen és nyugodtan el lehet mondani, és a másik meg fog döbbenni, hogy te úgy vagy alkalmazkodó, hogy nem vagy hajlítható egyik vagy másik irányba, hanem egyenesen mész. Én ezt Koreában láttam, tehát egy évi több mint 100 millió dolláros forgalmat bonyolító játékcégnek a képviselője ott ült velem szemben, vacsoráztunk, és másnap volt egy előadás a Szöuli Game Centerben, mert már aggódott amiatt, hogy annyian függők a játékoktól. És ő volt a CEO, ő volt az igazgató. Ilyen lelkiismeretes, és elmondta. Tehát neki eszméletlen bevétele volt, és látja azt, hogy függők lettek x éves koreai fiatalok, de 100 000 számra.
ez a cég akkor egy bizonyos játéktípus 40%-os piaci részesedését ért el egy 50 milliós országba. Gondold el. És éreztem benne azt, hogy olyan minősége van ennek az embernek, hogy bármit megtehetne a piacon, nagyon sok más piaci szereplővel együtt, domináns részesedése volt. Olyan szerény ember, le nem tudom írni. Hogyha nem tudnád róla, hogy mit csinál, egy teljesen hétköznapi embernek tűnt. Csak amikor elkezdünk lényegi dolgokról beszélni, akkor van meg ez, hogy belül nagyon világos, nagyon szilárd, és ez lefordítódik egy nagyon nyugodt, nagyon, azt mondom, kellemes viselkedésbe, de érzed, hogy belül hajlíthatatlan. Olyan értékei vannak, amelyekért ő mindig is jót áll. És most ennek az értékrendnek a megelőző és az abból következő két minőségét szeretném elmondani. Az egyik a hitrendszer. Tehát aki megfelelő hitrendszerrel bír, az megfelelő értékrenddel is bír. Hogyha csak egy értékrendet akarok bevasalni magamon és másokon megfelelő hitrendszer nélkül, akkor erőlködöm. Erőlködöm, mert azt szeretném, hogy a másik ember is ugyanezt az értékrendet mondja magáinak. Hogyha stabil a hitrendszer, akkor világos az értékrend, és világos az életrend is. Tehát már ott gyenge a pont, hogy nézd meg az életrendjét valakinek, és totál K.O. úgy, ahogy van. Az biztos, hogy ott nincs értékrend. És biztos, hogy nincs hitrendszer sem. Tehát ha te el akarod érni ezt a minőséget, amiről beszélünk, akkor nagyon világos hitrendszerrel, értékrenddel és életrenddel kell bírnod, és akkor akárkivel leülhetsz tárgyalni, és akár milyen provokatív a légkör, te nem mész lépre, te nem emeled fel a hangodat, te nem mész bele a győzködésbe, nem fogsz fogadkozni, ígérgetni, állítani, tagadni, ezek mind pótcselekvések, és ezek kultúránként változnak. Biztos voltál sok külföldi üzleti tárgyaláson is, másképp kell beszélni szinte országonként az emberekkel, de földrészenként biztos. Amikor amerikai üzletemberek Koreába látogatnak, gyakorlatilag egy nap alatt alá akarják írni a sok-sok milliós szerződést, és a vendéglátók azt mondják, hogy hát készüljenek fel egy háromnapos programra. De miért? Hát átolvasták a szerződést. Hát meg szeretnénk ismerni egy kicsit az üzleti partnereinket, és ilyen kulturális túrákon itt végigviszik őket, meg sétálnak, és beszélgetnek, és éttermeznek, és esti szórakozás, és múzeumok. És az amerikaiak tépték a falvédőt, hogy don't waste my time! És erre egy nagyon nyugodt, világos mosolyal szeretnénk megismerni az üzleti partnereinket. Tehát hajlíthatatlan volt belül, és nagyon kedves és alkalmazkodó kívül. Miért? Hogyha nem 8-kor akartak találkozni az amerikaiak, akkor 9-kor. De aznap akkor is az történt, amit a koreai házigazdák mondtak. Koreaiul Wei Yu Ne Kang. Kívül lágy, belül kemény. Ez kell. Jó? Köszönöm. Kérdezhetek még egyet, vagy elveszem az időt mástól? Kételkedsz magadban? Nem. Akkor kérdezz. De talán. Most már rosszabb. Mondjad. Több rossz tulajdonságom közül az egyik, hogyha nyíltan hülyének néznek, vagy legalábbis úgy érzem, vagy úgy érzem, hogy a másik félre beszél, akkor pillanatokat elönti a lilaköd az agyamat, és, uh-huh. és nem, nincs egyszerűen képtelen vagyok türelmet. Sérül az önkép abban a pillanatban. Türelmet tanúsítani, és bizony vele pofázok, amit mond a másik. Pontosan. Mert jobban tudod, sőt, amikor a másik hülyének néz, akkor még jobban akarod tudni. Jó, hogyha a másik hülyének néz, akkor nyugodtan hallgassál. Úgyis a hülyék állandóan locsognak, fecsegnek megállíthatatlanul. Aki tud hallgatni, amögött van valami, ami nem hülyeség. Nyugodtan mondja, nyugodtan állítsa azt, amiben hisz, amit igaznak tart. És amikor vége van, akkor megkérdezheted, hogy befejezted?
Na, akkor ő lesz dühös. Visszament a paszti. És ezt nem tudom, akkor az egóm elkezd birkózni. Így, ahogy mondod, és ez itt, ez a hely, az egó birkózás megszüntetése, az egóba fújt összes levegő kiengedése, a lufi összeesik, és te végre az egótól mentesebb személyiségedet fogod hazavinni. Mert a személyiség és az egoitás nem ugyanaz, kérem szépen. Szkanderozunk is rendesen. Azért annyira nem kellene szkanderozni önmagaddal, kell belátni, hogy a lényednek többféle üzemmódja van, de a lényednek az egoista üzemmódja az az abszolút értékű igényel föllépő, hogy nekem mindig igazam van, engem mindig jól látnak, nekem mindig jár ez, dádárál, érted? Az abszolút igényel föllépő ego csak ítélkezni tud. Általában pozitíve magáról és negatíve másokra. A személyiség az relatív. Az tekintetbe tud venni másokat. Az ego egy páncél, a személyiség pedig határos. A határon ajtók vannak. Azon át lehet menni bizonyos feltételekkel. Aki határtalan és feltétel nélküli, az viszont ugyanolyan hibát követ el, mint aki abszolút lezárja magát. Az abszolút sebezhető és nyitott, az olyan, mint az átjáróház. Mindenki azt csinál vele, amit akar. Lába kapcája mindenkinek. Ez egy szélsőségesen gyenge személyiség. És bele is tudtak bukni az ilyenek, az egész életbe. És megkérdeznek néha engem, hogy végig szolgáltam mindenkit, mindenkit követtem, mindenkinek igazat adtam, és úgy érzem magam, mint egy felmosó rony, amit kilöktek a ház sarkához, koszosan. Miért volt ez? Egyetlen szó, mert engedted. Mert engedted. Csak ezért. Ez is hiba. A másik, amikor szélsőségesen páncél, titánium borítás, hogy csak nekem van igazam, abszolút te én, az a szokás és ego kéreg, azt nagyon sok embernél tapasztalt. Mögötte ott a fájdalom, mögötte ott a trauma, mögötte ott az érző lényt, és valaki benyomja ezt az ego kéreget, és így fröccsen ki belőle az, ami addig le volt okolva. Tehát a normális működése a személyiségnek, uram, bocsán, milyen? Mint egy egészséges sejté. Van sejthártya, van sejtmag, és kölcsönhatás a többi sejt között. Hurrá! Oké? Tehát a személyiség és az egoista működés, ezek összefüggenek, mert a lényünknek a két alapvető működésmódja. És én javaslom, hogy az egoitást azt föl lehet oldani teljesen. És akkor marad a normális személyiség. Oké? Ezt javaslom. Előbb említetted az intimitást, hogy átok vagy áldás. Erről mesélnél egy kicsit? Hogy... Na melyiket meséljem? Tehát a nappalit vagy az éjszakai? Nem, ugye a rombolás részéről. Említetted, hogy rombolás. Rombolni is lehet. Persze, vele. Rombolni is lehet vele. Hát, hogyha valaki visszaél az intimitásra, akkor elképesztő bizalomvesztés, kapcsolatvesztés, elidegenedés, ilyen borzalmak állnak be. Most ezt ragozzam, ez annyira egyszerű. Záró kérdés volt akkor. Nézd, ez egy nyitó kérdés egy következő beszédnek, viszont annyit tudok erről mondani, hogy valahol mindenki a lelke mélyén az egyéválás, a kiegészülés, a hazatérés tapasztalatát keresi. Ez az egyénben az egészséges személyiség kialakulása. Az éntelenség tapasztalata által, a túlzott énesség tapasztalata által, a szélsőségek megélését lefordítjuk a középút követésére. A párkapcsolatban az egyéválás az eléggé nyilvánvaló. Tehát ez mondjuk a fizikai, lelki és szellemi egyéválás, ez a párkapcsolat intimitásának az alapja. Amikor ezt valaki megsérti, akkor borzasztó sérülések történnek mind a két oldalon. A bizalomvesztéstől kezdve a szeretett kapcsolat teljes kihűléséig. És ez nagyon egyszerű példával szemléltethető. Tehát a kötés az, hogy oda nyújtom neki a közös létezés zembottyát, és ő megfogja a másik végét, és együtt visszük, és akármi történik, nem engedjük el, mert fontosak vagyunk egymásnak.
És egyszer csak valami vagy valaki fontosabb lesz, és akkor eldobta a lasztit az ő végéről, és az én kezemben maradt a bolt, és nincs ott a végén. Úristen, hova lett? Nem vagyok hajlandó tudomásul venni. Úristen, ott van még az árnyék, ott van az új lenyomata, de az már nem ő. Tehát elindul egy olyan folyamat, ami az elidegenedésig, a szétválásig, a teljes törésig vezethet, hol férfi és női szinten ő az egyéválás, ő az, aki a nő a férfi számára, és vice versa. Hát ezekre vigyázni kell, mert ha egyszernek vége, akkor vége is tudomásul kell venni, vagy megjárni a kanosszát, és csúszni a porban, és újra kezdeni. Sokan hallottam, hogy rögtek, de szerintem a mai világban egyébként, tehát ez óriási problémák vannak ilyen emberekkel, és kérdeztem. Nagyon nem mertek röhögni, mert azonnal látták, hogy ez itt nem lesz jó. A család, mint egyéválás, az azt jelenti, hogy rájövünk, hogy vérségi kapcsolatban vagyunk, emberek, egymáshoz születünk. És ez a fajta egyéválás egy elképesztő felelősség szülő és gyerek közt. Hát anyuka ezt az egységet 9 boldog hónapig, néha 9 félig ott szépen éli a hasában. Aztán 2 lesz, aztán 3 lesz, ki tudja, hol áll meg. És az a fajta családi egység, az a harmónia, ami a családi asztal fölött tud lenni, amikor együtt eszünk, beszélgetünk, és megéljük a lelkeknek a teljes értékű kapcsolatát, bizony, ez tud bomlani. Nem csak azért, mert a gyerekek felnőnek, hanem hogyha nem vigyázunk, akkor úgy lesznek önállóak, hogy el is idegenednek tőlünk, ez az utóbbi viszont felesleges. Legyen önálló, de maradjon együttműködő, maradjon meg a szeretett kapcsolat, és ez egymás tiszteletéből következik. Egymás jól látásából következik. Csoport a legnehezebb. Tehát hogy tudsz egy csoportban úgy létezni, mint a csepp az óceánban, hogy a cseppsége is megvan, és az óceánsága is megvan. Hát ennek a részleteiben nem is nagyon lehet belemenni, mert erre most már nincs időnk. De egy következő alkalommal lesz. Én megköszönöm, hogy eljöttetek, hogy ezt a napot, vagy ezt megelőző 1-2 napot együtt végigcsináltuk. Kívánom azt, hogy még többet gyakoroljunk együtt, érjük el a felébredést, és szabadítsunk meg minden lényt a szenvedéstől. Köszönöm a figyelmet!